Van a régi verbita rend, aki ismeri, ezt is elmondom, mert ez is nagyon fontos. Ezek még a 19. 20. század végén, 20. század elején alakultak, és bejárták a világot, és mindenhol hirdették a kereszténységet, de nem erőszakkal, és fölmérték a helyi embereket, hogy milyen szinten állnak, akár vallási szinten, akár milyen szinten. És ezeket mind összegyűjtötték a világon, és lementek Pápóiginába, Dél-Amerikába bárhol, ahol kőkorszaki szinten lévő törzsek is voltak. És a végén az jött össze belőle, hogy a teremtő Isten, amikor megteremtette az embert, akkor adott neki egy ö, utasítást is, hogy hogy kell élni. Csak mi ezt nem, nem hozzuk föl. Tehát bennünk van, minden bennünk van, csak föl kell hozni a jót, mert valahol bennünkül ez. Tehát egy isteni tanítást adott. És abba kiderült, hogy akár melyik törzsnél jártak, akár melyik világon, mindenhol a törzsfőnök az lett, aki a legtöbbet tett a törzsél, aki legjó, legalkalmasabb volt, akkor a házasságszerű, vagy házasságok voltak, a gyerekekre vigyáztak közösen, az időseket altruista módon, önfeláldozóan gondozták. Ha háború volt, akkor mindig megállapodtak, hogy egy halott, két halott, és kész. És ami a lényeg, tehát, hogy így, így élték, ez bennünk van, ez bennünk van, el vagyunk torzulva, hogy nem így élünk ma. Ide kéne visszatélni, ez a kulcs. Nagyon sok emberrel beszéltem itt, aki közöttünk is van, és mindenki érzi már belül azt a pozitivitást, egy állandó pozitív érzés, ami, amit föl kell erősíteni magunkban, hogy itt a változásnak az ideje. Azért vagyunk itt, azért hallgatjuk egymást, azért figyelünk, hogy itt a változás ideje. Tehát most még kétszer annyit kell tenni, még kétszer annyit kell ö, dolgozni. Azért fontos a történelmel foglalkozni, mert egyrészt akkor tudjuk meg, hogy mi történik holnap. Mert a történelem mindig egy körforgás, állandóan a korszakokba körbeforog, körbefog, és mindig minden ugyanúgy történik. A gonosz ugyanúgy a végét járja, és a végén megbüntetődik. Most is megfog, tehát nem kell ettől félni, hogy nem fog meg, eh, megbűnhődni a gonosz. De, de, de figyelnünk kell, és akkor már lépéseket előre látjuk, hogy mit, mit, mire kell vigyázni, hova kell, mit kell, amit fontos lenne csinálni.